Üdvözlök mindenkit! Sír Manita vagyok, és ez itt a nyelvészet mindenkinek. A koronavírus járvány miatt 2020. márciusa óta digitális oktatás, illetve hibrid oktatás folyik az iskolákban. Mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak szinte egyik napról a másikra kellett elsajátítaniuk a különböző online alkalmazások használatát. Ez bizony nem kevés nehézséggel járt. A hátrányokon túl azonban számos előnye is volt a folyamatnak, és az előadásban én most elsődlegesen az előnyökre fogok koncentrálni a saját tapasztalataimat, illetve a tanítványaim vélekedését és jó gyakorlatait megosztva a hallgatósággal. Egyúttal azt is meg szeretném mutatni, hogy még az online térben digitálisan is lehet érdekesen és élvezetesen nyelvtan tanítani. A gyakorló tanításukat töltő, osztatlan képzésben résztvevő magyar szakos ötödéves diákjaimat kérdeztem meg arról, miben látják az online alkalmazások előnyeit és hátrányait. Az előnyök között a gyorsaság, az azonnali visszajelzés és az interaktivitás több válaszban is megjelent, de fontos szempont volt részükről, hogy ezek az alkalmazások látványosak, színesítik az órát, egy darabig újdonságként hatnak, így figyelemfelkeltésre és motivációra is kiválóak kiemelték a készíthető feladatok változatosságát, azt, hogy ezek a platformok közelebb állnak a diákokhoz, s általuk ötletes, dinamikus, innovatív, naprakész feladatok készíthetők. Előnynek fogalmazták még meg, hogy e platformok használata fejleszti a kreativitást, a problémaérzékenységet és a digitális kompetenciát. De előfordult a válaszok közt a nyomonkövethetőség, a visszakereshetőség, a könnyű hozzáférés, a rugalmasabb időbeosztás és a kényelem is. A hátrányok közt viszont sokan a személytelenséget említették, valamint az infrastruktúra szükségességét. Több válaszban is előkerült, hogy az internet minősége bizony befolyásolhatja az alkalmazások működését, és technikai problémák is adódhatnak, így mindenre előre fel kell készülni a sokféle platform összehangolása, a kezelésük elsajátítása, valamint bizonyos applikációk fizetős volta is negatívumként jelent meg a diákok válaszaiban. Valamint felmerült a puskázás, a csalás lehetősége és a számonkérés nehezebb volta is. Kitértek arra is a hallgatók, hogy az online alkalmazásokkal hosszabb idő elkészíteni a feladatokat, és csak lehet a diákok aktivitása, illetve nehezebb fenntartani a motivációt. Voltak, akik úgy vélték, hogy az online forma elviheti az időt, figyelemelterelő, valamint monoton lehet és nehezebb általa kommunikálni. Ezekből a válaszokból jól látszik, hogy teljesen más tanulási és tanítási stratégiákra van szükség a digitális térben, mint a hagyományos oktatás során. A platformok közti választást befolyásolja, hogy mi a tanár, illetve az óra célja. A kivetített folyamatábrán látható, hogy más típusú e-learning eszközt érdemes használni akkor, ha a diákok tudásának a mérése kerül előtérbe. Mást, ha ötletbörzét szeretnénk tartani, ha a diákokat együttműködésre szeretnénk serkenteni, vagy épp online tanítanánk, netán interaktív videót készítenénk. E folyamatábrán a legismertebb platformok és alkalmazások szerepelnek. A Skype, a Zoom, a Teams, a Trello, a Kahoot, a Quizlet, a Quiziz, a Szokratív, az Animaker, a Canva és a többiek. Ezek közt vannak szinkron és aszinkron tanulást lehetővé tevő eszközök is. Én a továbbiakban az aszinkron módokat mutatom be, ám nem az alkalmazásokra és platformokra, hanem a digitális szövegtípusokra fogok fókuszálni. Marshall McLuhan a médium maga az üzenet híres mondásával már 1964-ben rámutatott arra, hogy ugyanaz az információ más üzenetet közvetít szóban, nyomtatott, illetve elektronikus formában és számolnunk kell egyfajta technológiai determinizmussal is. McLuhan gondolatmenete természetesen átvihető a nyelvtan tanítás síkjára is. Azaz, nagyon nem mindegy, hogy például a mondatelemzés csupán tankönyvi magyarázattal, vagy előre rögzített hangalámondásos prezentációval, netán versenygeneráló, egymásra épülő kvízfeladatokkal próbáljuk meg megtanítani a hallgatóinknak. McLuhan mondását ezért egy kicsit átalakítanám, Na, nem úgy, mint ahogy a mémek teszik, bár épp a mémek mutatnak rá a leglátványosabban arra, hogy nem csak, illetve nem is a médium, hanem a szövegtípus maga az üzenet. Hiszen ha látunk egy mémet, a képi megjelenítése azonnal nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy nem kell komolyan venni a rajta lévő üzenetet, hogy az valójában egy vélemény, egy humorforrás, egy intellektuális karikatúra, és a kép és a szöveg összjátékát csak a szövegtípus ismeretében lehet megfelelően értelmezni. A nyelvtan tanításban tehát nem elsődlegesen a platform, nem a program számít, hanem az alkalmazott szövegtípus. Igen-ám, de ezek a szövegtípusok is folyamatosan átalakuláson mennek keresztül. Így újra kell gondolnunk a klasszikus meghatározásokat. Balázs János 1985-ben még négy különböző funkciójú prototipikus szövegtipust, úgynevezett szuperstruktúrát különített el. A meggyőzést szolgáló érvelőt, a dolgok tulajdonságait és körülményeit bemutató leírót, a cselekmények és események sorát elmondó elbeszélőt, valamint az állásfoglalást kifejező értékelőt. Látszik, hogy ebből a tipizálásból még bizony hiányzik a szórakoztató funkció, pedig a digitális, és nem csak a digitális oktatásnak az egyik kihívása, de épp így nagy lehetősége is a játékos tanítás, azaz a gamifikáció. A játékosításra mindjárt fogok példákat is mutatni, de előtte még térjünk vissza a szövegtípus fogalmához. Szikszainé nagyírma a szövegtípust úgy definiálta, mint a feladó és a címzet között meghatározott kapcsolatot feltételező, sajátos beszédhelyzetben születő, megszabott célú, Témájú, jellegzetes felépítésű és stílusú hagyományos szövegforma. A definíció hagyományos eleme mellé, vagy akár helyette, most már nyugodtan betehetjük a digitális jelzőt. A digitális szövegtípusoknak számos előnye van. Többek közt az, hogy tanítványaink a C, azaz content vagy connection generáció tagjai, idejük nagy részét amúgy is a digitális térben töltik, és online cikkekből, blogposztokból, Twitter bejegyzésekből, Facebook kommentekből és YouTube videókból is tájékozódnak. Így célszerű ezeket a diákokhoz köz közeli digitális szövegtípusokat is bevonni az oktatásba, és a szabályalapú tanítás helyett a felfedeztetésre, a szórakoztatva oktatásra és az életszerűségre koncentrálni, és az is segíthet, ha aktuális tematikát választunk. Ebben a digitális szövegtérben újra kell értelmeznünk például a Grice-i maximákat is, azaz, hogy mennyi az elég, mi az igaz, mi a releváns és mi az érthető. E maximák érvényesülését, illetve olykor szándékos sérülését ugyanis a médium, illetve a szövegtípus fogja meghatározni. Zoomos vagy skype szinkronóra esetén a csatornából és az ajból adódóan a hagyományos osztálytermi kerethez képest többet kell mondanunk. Többször vissza kell kérdeznünk, hogy jól látnak, jól hallanak-e bennünket. Még egy előre rögzített és a Youtube-ra feltöltött előadást meg lehet állítani, vissza lehet tekerni, vagyis itt rövidebb idő alatt több információ adható át. De ha a mémeket nézzük, ott pedig egész egyszerűen elvárás a maximák megsértése, és épp ebből is ered ezeknek az alkotásoknak a humora. A továbbiakban inherensen digitális, vagy digitálisát tehető szövegtípusokból hozok példákat a Grájci Maximák tanítására. Érinteni fogom a digitális feladatlapokat, bizonyos platformokon tankockáknak nevezik ezeket, az online játékokat, a reklámokat, Facebook posztokat, filmsorozatokat, szabaduló és YouTube oktató videókat. A példákat pedig a tanítványaim munkáiból is hozom majd. A 2020-as őszi fél évben ugyanis volt egy az egész osztatlanos magyar szakot érintő szeminárium, amit Szegeden a nyelvleírás elméletei az oktatás gyakorlatában című, aminek a fő célkitűzése az volt, hogy a nyelvészeti elméleteket a diákok képesek legyenek élményszerű módon beemelni a középiskolai oktatásba. A kurzust szándékosan online formában, zoomon keresztül indítottam el ugyanis hiteltelennek gondoltam volna programokról és alkalmazásokról úgy beszélni, hogy közben azokat a diákjaim nem próbálják ki valós időben, és nem adnak róluk visszajelzést. A továbbiakban tehát az egyes digitális szövegtípusok bemutatásánál a diákok alkotásaiból is válogatok. A legtöbb alkalmazásban, például a Redmentában, a Learning Gaps ben a Szokratívban lehetőség van digitális feladatlapok készítésére, ezen belül tesztfeladatok, egyszerű párosítások, kifejtős kérdések is használhatók, sőt, képes hangos tartalmakat is be lehet szúrni a feladatlapokba. A kijelzőn egy a redmentával készített egyszerű párosításos feladat megoldása látható, ahol a diákoknak Grice maximáit és a hozzájuk kötődő leírást kellett összepárosítaniuk. A hallgatóim arról számoltak be, hogy még egy ilyen egyszerű feladat megoldása is élvezetesebb számukra az online térben, mint ha papíron történne. Arról nem is beszélve, hogy itt azonnal visszajelzést is kapnak arról, jól oldották-e meg a feladatot, sokkal többször is próbálkozhatnak. A Learning tankockáinál pedig arra is lehetőség van, hogy egy feladat jó megoldása után még egy feladat bukkanjon elő. A példában a négy Grice-i Maxima különféle leírásait kell egymással párosítani, és jó megoldás esetén a következő párbeszéd tárul fel, amiről még el kell dönteni, hogy melyik Maximát sérti. Te ismered grájsz Maximáit? Hát szerintem pont akkor voltam orvosnál, amikor ezt tanultuk. Igen, akkor kaptam azt a borzalmas gyógyszert, három napig fájt tőle a fejem. Szintén a Learning Apps felületét használja a következő feladat, amelynek képeket, mémeket és videókat kell a négy maxima területére behúzni, az szerint, hogy az melyik maximát sérti. Képpel kísért szituációkat kell a maximákkal párosítaniuk a diákoknak a képernyőn látható word alkalmazással készített feladatban. Azonban ezen a platformon egy kattintással átalakíthatjuk a már elkészített anyagunkat különféle interaktív formákra, például készíthetünk vízt, szerencsekereket, labirintust vagy repülőgépes játékot, emellett pedig munkalapokat is kreálhatunk hozzá. Így néz ki labirintus formában az előbbi feladat, ahol a kis piros űrlén kell a megfelelő maximához irányítani, de közben arra is ügyelni kell, nehogy felfajják a kék szellemek. A különféle digitális feladatlapokba akár reklámok is beszúrhatók. Most két olyat hoztam, amelyek látszólag megsértik a Gráci mennyiség elvét. Az első, mintha túl sokat mondana, a második pedig, mintha túl keveset. Valójában azonban a reklám szövegtípusa, a figyelem felkeltése megkívánja az ilyen közlésmódot. Újabb digitális szövegtípus a Facebook poszt. A Facebookon is már akkora a zaj és az üzenet dömping, hogy a hagyományos bejegyzések ritkán érnek célt. A dián egy nem megszokott autóhirdetés olvasható, amely szándékosan nem tartja be sem a mennyiség, sem a relevancia, sem a mód maximáját, ám éppen ettől lesz sikeres. A modern szövegtípusok közül filmsorozatokat is érdemes bevinni az órára, például az agymenőket. Az agymenők sorozat sikerének az az egyik titka, hogy a főszereplő fizikusok, akik a szakterületükön zsenik, a hétköznapi beszélgetéseikben már meg sem közelítik az ideális társadalásra vonatkozó elvárásokat, s akaratlanul is sorra megszegik Grice maximáit. A humor forrása a sorozatban nagyon gyakran a Grice maximák be nem tartásából ered, ahogy ezt a kivetített kis beszélgetés részlet is mutatja. Talán a legösszetettebb és legkreatívabb digitális szövegtípus pedig a szabaduló ahol a bezártság szerencsére csak virtuálisan érvényesül. A szabadulószoba lényege ugyanis az, hogy az anyaghoz kapcsolódó kérdéseket talánként állaljuk a hallgatóknak, sőt, a jó válaszokkal szabadulhatnak ki. Lessünk be közösen a zseniáli alkalmazással Grász Maximáihoz készített misztikus küldetés szabadulószobába. A leírás fül alatt valójában a diákoknak szóló instrukció található. Az elmúlt órán megismerkedtél Grice maximáival, de fel is ismered őket? A tét nagy, hiszen egy rejtély megoldásához szükséged lesz a tanultakra. Sok szerencsét a küldetésekhez. Látjuk, hogy a felhasználói élményt a kerettörténet is fokozhatja. Ez a kerettörténet a választható karaktereknél is megjelenik. Ők azok, akik alig várják, hogy megtalálják a minden titkot rejtő szekrény kulcsát. Itt öt karakter közül lehet választani, ám bárkit választanak is ki a diákok, ugyanazokhoz a feladványokhoz jutnak. A grászi maximákra vonatkozó kérdések közt pedig mémek, viccek, hétköznapi példák találhatók. Az első küldetésnél például arra kell válaszolni, hogy Grász melyik maximáját sérti a képen látható vicces párbeszéd, ahol két héja beszélget, egyikük. Hogy ment a mai vadászat? Elejtettem egy nyulat. Szuper, na és hol van? Mondom, hogy elejtettem. Ugye itt épp az okozza a nyelvi humort, hogy az elejt szó kétértelmű, vagyis a megnyilatkozás sérti a mód maximáját. Ha ezt megjelölik a diákok, már is megkapják a visszajelzést, hogy sikeresen vették az első akadályt. És az utcakép bizonyos elemeire kattintva segítséget kapnak, hogy merre kell tovább menniük. Minden szinten további talányok várják őket. Például arra kell válaszolniuk, hogy melyik maximára utal Deák Ferenc idézete. Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna. Hazudni nem szabad. Szintenként több kérdés is megjelenik, én most nem mutatom meg az összeset, de ha jól válaszolnak ezekre a diákok, egy telefonkészüléken egymás után felvillan három szám, a kettes, az egyes és a hatos, és ez a kulcs a következő kérdéshez, ami a 216-os szévbe van elrejtve. Ahol jön az újabb talány pedig, hogy a plafonon volt kifejezés, melyik Grájci maximát sérti. Ha megjelölik a diákok a módot, és válaszolnak még további kérdésekre, akkor a végén kapott kódot egy mobiltelefonba kell beütniük, s ha ez helyes, teljesítették is a küldetést. Láthatjuk, hogy a szabaduló szobánál a krimi, a tankönyvi feladatok és a hétköznapi szövegtípusok, mémek, viccek keverednek, és közben kommunikációs közekként a vezetékes telefon, a mobiltelefon és a papírcetli is megjelenik épp attól tud izgalmassá és a diákok számára élvezetessé válni ez a fajta számonkérési, illetve ellenőrzési mód, hogy eltér a megszokottól. Aktívan épít a diákok közreműködésére, kíváncsiságára, más kommunikációs eszközökön megszerzett tapasztalataira. Utolsó, a nyelvtantanítás segítő digitális szövegtípusként pedig a YouTube videókat említeném. A Nyelvészet mindenkinek csatornán lévő szabályos társalgás című videóban Éppen a maximákról beszélek. S ha már a szabályosság szóba került, én úgy látom, hogy ebben az új, kihívást jelentő, innovatív digitális megoldásokat kereső helyzetben valójában a szabálytalan az új szabályos. S ahogy a bemutatott példák is mutatták, minden szövegtípus a saját szabályok és maximák vonatkoznak, amelyeket jó, ha kiismerünk. E szabálytalan szabályok megismerésében, a nyelvtan megkedveltetésében és a digitális szövegtípusok oktatásba való bevonásában pedig a nyelvészet mindenkinek csatorna is segíthet, ahol rövid, tudományos ismeretterjesztő és az oktatás segítő videók találhatók. Többek közt a Grájci Maximákról is.